Hegedűs Csilla a vendégem, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és köszönöm a meghívást! Hát, amint az imént is említettem, a törvény és a rendelet is rögzíti, hogy az iskolát Marosvásárhely önkormányzatának alanyi jogon be kell illesztenie az iskola hálózatban. Így van. Mekkora jelentőségű ez a siker? Hát én most kérdezem annak tükrében is, hogy néhány héttel ezelőtt ön itt volt pont ebben a stúdióban, és épp itt ennél az asztalnál beszélgettünk az erdélyi magyarságot sortűzként ért rossz hírekről. Így van, én egy nagyon optimista és bizakodó ember vagyok. Mondjuk azt, hogy ez az a jó hír, amivel sok-sok jó hír sorsa vagy helyzete elindul. Az a helyzet, hogy megtört egy szörnyű hullám, és azért nagyon hosszú hónapok, sőt azt kell mondanom, hogy évek munkájának az eredménye az, legyen szó az RMDSZ parlamenti frakciójáról, vagy legyen szó az Oktatási Minisztériumban dolgozó kolléganőnkről, kollégákról, államtitkárasszonyról, akik nagyon sokat dolgoztak, azért egészen pontosan ilyen kínai cseppként nem hagyták az iskolát, úgy, ahogy megígértük, és hát létrejött ez a miniszteri rendelet, amely létrehozza a második Rákóczi Ferenc katolikus iskolát Marosvásárhelyen. Akkor most mondjuk el, hogy a csütörtöki keltezésű rendeletet Valentin Popa, a bukaresti szociálliberális Peszede Alde kormány oktatási minisztere írta alá, két év húzavona után. Mitől tért jobb belátásra a miniszter, illetve az RMDSZ-nek hogyan és miként sikerült hatnia rá? Egy szó írja le azt, hogy mi történt, és azt úgy hívják, hogy munka. És nagyon kitartó munka. Tehát úgy a parlamenti frakciók, mint pedig a megyei tanács, a Maros megyei tanácsban dolgozó kollégák, de a pedagógusok, szülők hihetetlenül fontos. Tulajdonképpen az egész közösség összefogott, ugye, tüntetést szerveztünk, a színfalak mögött is zajlott a munka, és legnagyobb örömünkre Navracsics Tibor, az Európai Bizottság oktatásért, sportért, ifjúságért és kultúráért felelős biztosa, és eljött Marosvásárhelyre, és ott hangzott el, azt hiszem először a tanügyminiszter szájából az, hogy létre fog jönni az iskola, mindenki nyugodjon meg, hiszen nagyon nagy volt a feszültség, ezt azért el kell mondanunk. Tehát köszönhető ez az eredmény, Navracsics Tibor, ugye júniusi Marosvásárhelyi látogatásának is. Igen, azt hiszem, hogy májusban volt, vagy májusban, igen, júniusban, de akkor volt a nyár elején, igen, és ugye a kulturális örökség európai évek kapcsán jött ide, de hát volt egy zárt körű kerekasztal beszélgetés, amin részt vett a tanügyminiszter is, az RMDSZ oktatásért felelős szakemberei, frakcióvezetők, és sikerült úgy tűnik jó belátásra téríteni a tanügyminisztert, és azért azt is el kell mondanunk, hogy nagyon sokan szidnak bennünket azért, hogy támogatjuk a kormánykoalíciót, de végül is ez egy nagyon kézzelfogható eredménye ennek a támogatásnak. És azt is tudjuk, hogy az iskolai rendezését ugye a magyar kormány is sürgette, sőt, Liviu Dragnea több ízben megígérte Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek, hogy történik valami. Ez így van, hála jó Istennek. Ennek az eredménye a mostani siker. Én azt hiszem, hogy a mostani siker még egyszer a teljes magyar közösség összefogásának köszönhető, és kimondottan köszönjük azt is, hogy a magyar kormány az első perctől kezdve kiállt emellett az ügy mellett. Ez történik akkor, amikor tulajdonképpen nem lehet éket verni a közösség különböző csoportjai közé. És akkor most nem hagyhatjuk figyelmen kívül az elmúlt napok eseményeit és aktualitását, tehát forrong az ország, borzalmas, hogy épp mi van. Én itt a Román Közoktatási Minőségbiztosítási Hatóság honlapján az áll, hogy tehát rendelet a Római Katolikus Gimnázium újbóli megalapításáról, illetve az ideiglenes akkreditálásról. Itt most az ideiglenes szó megütötte az én fülem, és gondolom másét is, hiszen nem kell elmondanunk, hogy mi zajlik az országban. Mi van, ha bukik a kormány? Mi van, ha jön egy új kormány, és egy tolvonással áthúz mindent?
A miniszteri rendelet az hatályba lépett, az iskola el fog indulni, szóval az oktatás el fog indulni a katolikus líceumban. Az ideiglenes szó az tulajdonképpen egy teljesen természetes folyamatnak egyik lépése. Ez az akkreditációs folyamat. Ez az akkreditációs része, folyamatnak a része, igen. Tehát létrejött az iskola, ideiglenes működési engedélye van, ha úgy tetszik. Ehhez szükséges volt például a tanároknak a nyilatkozata, akik vállalták, hogy tanítani fognak az iskolában. Mert ez volt az számomra az egyik első kérdés, hogy jó, van iskola, van épület, de honnan lesz gyerek, honnan lesz tanár, honnan lesz minden egyéb. Tehát ki fogják nevezni az ugyancsak ideiglenes vezetőségét az iskolának, az igazgatóját is. Vannak tanáraink, a gyermekek átiratkozhatnak és át is fognak iratkozni a katolikus iskolába. Itt hozzá kell tennem, hogy nem csak azok a gyerekek, akik oda jártak az iskolába, hanem azok is, akik bárhonnan Maros megyéből szeretnének ebben az iskolában tanulni, és akkor lépésről lépésre történik az akkreditációja ennek az iskolának. Tehát tulajdonképpen azt hiszem, hogy az első évfolyam végzése után 3 év áll a miniszteri rendelet értelmében a rendelkezésére az iskolának, hogy a végleges 2025-26-ban várható. Így van, így van. Tehát addig kell ennek megtörténnie. De az iskola teljes jogú oktatási intézményként működik már most. Én értem, de azért még mindig megkérdezem, ha mégsem kapja meg a végleges működési engedélyt, akkor a tanintézményt felszámolják. Erről szól a hír. Vegyük a rosszabbik forgatókönyvet. Előfordulhat ez? Természetesen Romániában bármi előfordulhat. Ezért kérdezem. De azt kell mondanom, hogy az a minőségi oktatás, ami Marosvásárhelyen volt, és ami meg is fog történni ezentúl, illetve az az összefogás, ami kialakult az iskola körül, az azért minden jogi, törvényes feltételt megteremt ahhoz, hogy a végleges akkreditáció megtörténjen. Még egyszer, ez egy jogi procedúra, és nem most kell ennek megtörténnie. Tehát én nagyon reménykedem abban, hogy ez az érdekes hangulat, hogy az ellenzék mindent is megtámad, ami az erdélyi magyar közösségre vonatkozik, a centenárium heve után elmúlik, és akkor lehet normálisan is tárgyalni a többség-kisebbség viszonyáról, és ilyen értelemben nem akarnak megszüntetni egy újabb iskolát. Ön az első válaszában említette, hogy igen, ez egy jó eredmény, egy biztató eredmény, és megfordulni látszanak a dolgok. Egyéb ügyben is számíthatunk ilyen fejleményekre? Hát ha azt nézzük, hogy a Minority Safe Pack, a kisebbségi polgári kezdeményezésben minden rossz indulat ellenére meghaladtuk az 1 millió aláírást, és el fogunk oda jutni, hogy az Európai Parlament tárgyalja a őshonos nemzeti kisebbségek ügyét, azaz a jogunkat az anyanyelvünkhöz, a kultúránkhoz, a hagyományainkhoz, nyilván az oktatásunkhoz, akkor ez is már egy nagyon jó dolog. És természetesen mi azon vagyunk, hogy mindazokat a kérdéseket, amelyek fontosak az erdélyi magyar kisebbség számára, a megmaradásunk és gyarapodásunk számára, azokat mind-mind melegen tartjuk. Legyen szó helyi önkormányzatról, legyen szó Bukarestről, vagy legyen szó Brüsszelről. Tehát ez a mi feladatunk, ezért dolgozunk, és abban a pillanatban, ahogy lehetőség mutatkozik rá, hogy lépjünk, abban a pillanatban lépni fogunk. Mindenképpen örülünk, hogy jó hírrel szolgálhatunk. Szeptemberben elkezdi működését akkor a Római Katolikus Gimnázium Marosvásárhelyen. Milyen adminisztratív lépések következnek, illetve szülők, diákok számára mit mondhatunk, mit kell tudniuk? Amióta ez a jó hír megjelent, azóta az összes közösségi portálon, sajtóban és mindenhol már mindenki azonnal szeretne iratkozni, holnaptól el kellene kezdődjön az oktatás, bár még azért a vakációban van egy túljelentkezés lesz. Túljelentkezés lesz hirtelen, tehát innen is látszik, hogy a közösség mennyire ki volt éhezve arra a jó hírre. A lényeg, a rákóczi.ro honlapon fognak jelentkezni, illetve az RMDSZ helyi képviselői, az egyház helyi képviselői, illetve az ideiglenesen kinevezett, de mégiscsak full joggal működő iskolai vezetőtanács, és el fogja mondani a szülőknek azt, a gyermekeknek azt, hogy mi a következő lépés, de gyakorlatilag az lesz, hogy
be kell iratkozni az iskolába. Mi arra kérünk mindenkit, hogy amellett, hogy mindannyian együtt örvendünk, és nagyon köszönjük még egyszer mindazt a támogatást és azt a hihetetlen erőt, amit ez a csapat adott azoknak, akik a tűzvonalban harcoltak, hogy picikét legyenek türelemmel, kövessék a honlapot, kövessék a sajtót, és minden jóra fog fordulni. Hegedűs Csilla, gratulálok az eredményhez, és köszönjük szépen, hogy itt volt. Mi köszönjük szépen.